hírbérteken tárgyaltak szerdán a China Intellectual Electric Power Technology nevű vállalat képviselői. Mivel a településnek több mint 700 hektár szabad földterülete van, fél éve keresték meg az önkormányzatot befektetési szándékkal. A kínaiak egy 50 megawattos fotovoltaikus erőművet hoznának itt létre, ezt a teljesítményt azonban később növelnék. Én bízom benne, hogy nem ez lesz az első erőmű, ami megépül itt, hanem ennek lesz még folytatása, ugyanis a félnek kifejezetten az volt a kérése, hogy legyen ez bővíthető ez a terület, mert nem 50 megawattot szeretne csak létrehozni, hanem sokkal többet, és nyilvánvaló, hogy utána néztünk, 50 megawatt azért az 50 ezer háztartás ellátásához szükséges áramot termel. Ha ez bővíti, akkor nyilvánvaló még több. Itt Nyírbélteken azért 1010 háztartás van, amiről tudunk, hogy akkor el lehet képzelni, hogy mennyi települést érinten ez, hogyha megvalósulna. A tárgyalások még a kezdeti stádiumban tartanak. Itt sem összeget, sem várható megvalósulási időpontot nem tudott mondani a polgármester. Ami biztos, hogy a létesítményt a település nagy legelőjén egy 67-68 hektáros területen építenék fel. Ennek közelében olyan vezeték is van, ami továbbítani tudja a megtermelt áramot. A fotovoltaikus technológiáról a kínai cég egyik előjáróját kérdeztük. A napelem cellák összegyűjtik a napfényt, ami elektromos energiát termel. Ez a módszer olyan hatékony, mint a szénerőműveké, amelyet így ki is válthatna a jövőben. Magyarországon nagy a napsütéses órák száma, ami nagy előnyt jelent a beruházás szempontjából, mindez pedig egy jó lehetőség arra, hogy erősítse Magyarország és Kína között a kapcsolatot. A magyar kormány nemrég hirdette meg az Egy övezet, egy út kezdeményezést. Ezzel összhangban valósulhatna meg a nyírbélteki fejlesztés is. A térség országgyűlési képviselője a napenergia hasznosításának hazai fontosságát hangsúlyozta. Külügyminiszter úr bejelentette éppen a napokban, hogy egy 3000 megawattnyi kapacitást szeretne Magyarország kiépíteni naperőművekből, és ehhez jönne még ugye a paksi 2-es beruházás. Ilyen formán mi így szeretnénk a környezetvédelmet segíteni, mert hogy ezek az energiatermelő egységek, ezek nem széndioxid kibocsátók. És ilyen formán reményeink szerint meg fog nyílni a naperőművek telepítésének a lehetősége. Az önkormányzat csak a terület 20 évre szóló bérbeadásában érdekelt, eladni nem szeretné a földet. A kínai cég által fizetendő jelentős összegűre becsült bérleti díjat és iparőzési adót Nyírbéltek a település fejlesztésére fordítaná.